Na, hello bello mindenkinek. Remélhetőleg, hogy most már látszik minden. Mert úgy jó. Úgy az jó. És itt volna kis szukomimuszom, aki békésen csillezik a bokorban, vagy hát a fenyőfa árnyékában. Jó, ahogy látom, működik minden. Öröm és boldogság. Jó, akkor kezdhetjük is. És ahogy nézem, igen, hajnalodik a játékban is. Na, itt volnék egy felnőtt cukomimusszal, akinek igazándiból csak fel kell teljesen nőnie. És ezt a mai streamet ugye erre szánnám. Feltéve, hogy nem esznek meg útközben, illetve arra, hogy közben elzarándokoljak egy messzi-messzi tóhoz, ahol a múltkor megettek minket így Carnotaurusostól meg mindenestül. Ó, Indigo itt is van. Úgyhogy már is szerintem így nekivágunk a hosszú útnak. Ami hát remélhetőleg sikerrel zárul majdan. Lehet egyébként a part mentén kéne menni. Egy darabig legalábbis. Na nézzük azt a csetet. Te ott vagy a tónál. Hát akkor csak oda kell mennem. Mondjuk hosszú túra lesz, az biztos. Hát oda vándorlunk a tóhoz. Hát remélhetőleg felnőttként az egy kicsit jobb a staminám, mint Juviként, mert katasztrófa, tehát olyan lassú ez a dino többihez képest. Na, szép jó reggelt mindenkinek! Pöppet fáradt vagyok. Este sokáig fönn voltunk, mert kivételesen bulikáztunk egyet. De ez nem tartoríthat el, hogy streameljek. Na, így a parton szépen megyünk. Csak jó lesz. Indigo a helyzetjelzőm. Oda kell hozzá csak menni. Ennyi a feladat. A nehezítés annyi, hogy 80, nem, 76-an vannak online. Tehát bármikor bárkibe belebotolhatok, akibe nem kéne. Bízom abban, hogy itt a part mentén azért nem lesznek nagyok. És utána meg majd csak beérek az erdőbe, mert hát őt nem nagyon fognak észrevenni remélhetőleg. Na, nézzük ezt az úszás dolgot. Elméletileg ez jól úszik, meg gyorsan, meg egyébek. Ta-ta-ta-ta-ta! Jó, hát azért nem fogok odáig átúszni. Na, és ha csak így sétálok, akkor vajon regenerálódik a stamina? Csak azért, mert hogy ezzel még nem nagyon tudom, hogy séta közben mennyire regenerálódik a stamina. Mert valakinél regenerálódik, valakinél meg semennyire se. Mi van ott? Az ott egy tyúk, vagy innen nézve annak tűnik, egy ilyen kakasnak. Ja nem, az csak a szokásos reggeli harapnivaló.
itt spónolt előttem még. Jó, ezzel úgy nagyjából jól is laktunk. Hibátlan. Arra kíváncsi vagyok, hogy meddig tudnék ezzel elúszni. De nincs kedvem teljesen kinullázni a staminát. Állítólag spawnolhatnak ilyen hipodínók. Nagyon ritkán, de spawnolhatnak, és azok NPC-k. Normál esetben nem támadnak meg senkit, csak hogyha őket is megtámadják. Aztán vagy éhen, vagy szomjan halnak előbb-utóbb. Mit gondolok a játék jövőjéről? Hát figyelj, egyelőre úgy van mögötte community, játsszák is, nem olyan sokan azért, de játsszák. Tehát mit tudom én, van szerintem egy ilyen 1-2000-es játékos bázisa. És kérdés az, hogy az mire elég ugye így fejlesztés fenntartása szempontjából. Szóval ezt nem tudom. A fejlesztők milyen büdzséből gazdálkodhatnak. De szép lassan, de fejlesztik a játékot. És ez jó. Hát szépen eltúrázunk a nagy tóig. És akkor ott fogok úszkálni. De itt a közelben is van egy nagyobb tó azért. Szigettel. Lehet, hogy azt kéne inkább. Bár szerintem sokkal feelingesebb, hogyha ahhoz a nagy tóhoz próbálok eljutni, ahol a múltkor megettek minket. Hát ha. Közben meg szépen növök, mint a gomba. Na, az ott kicsoda, micsoda. Na, kaptam egy riasztót a seggembe. Vados. Mindjárt behívunk.
Na, itt hagyom itt azt a hangos dinoszauruszt, mert itt rám húzza a nagyokat. Mert hogy ezen a szerveren mindenki csak csúcsragadozóval képes szinte játszani. Azok ellen azért meg nem vagyok olyan hűde jó. Ezzel a dinóval se. Na, hát akkor irány a hegy. Hú, és köd is van. Mondjuk én ilyen tengerparti dinó vagyok, mert nézzétek meg a mintázatomat, tehát én ott tudok jól vegyülni. Homokba, így beásom magam. Mondjuk az vicces, így mész a tengerparton, aztán így rálépsz, hopp, egyszer csak egy cukomimusz. De hirtelen. Mondjuk ez akkora, mint egy kis autó, vagy egy kis busz. Tehát... Amíg ez beássa magát. Nem tudom, mi ez a commercial break, én nem nyomtam be semmit. Valószínűleg van. Kis szigeten elpusztult egy triceratops. Na! Kaja! Na, kis stamina regen. Ja, most nincs bekapcsolva a fejforgatás. Gyorsan visszakapcsoljuk. Mert az tök jó. Most egyébként a YouTube-on is több a reklám, nem tudom, feltűnt-e, nekem igen. Tehát, hogyha van reklám videóindítás, akkor általában egyből kettőt rak be, egy rövidebbet, meg egy hosszabbat. A rövidebbet általában olyan rövid, hogy át se tudod skippelni, tehát ilyen 5-6 másodperces. A hosszabb után, tehát egyből kettőt, és akkor egyet mindenképp végignézel. Mondjuk ez nem tudom minek köszönhető, hogy tényleg már többen reklámoznak Magyarországon és vagy magyar célcsoportnak a YouTube-on, és akkor többet tud kiajánlani, vagy valamit megváltoztattak a reklám algoritmusban. Nekem ez a mostanság a személyes tapasztalatom, hogy így tényleg több a reklám. Nem bicska nyitogató, az inkább a rossz, amikor valaki felrak egy 10 perc, 5 másodperces videót, és telerakja 5 reklámmal. Mert ugye azt kell tudni, hogy 10 perces videók alatt nem enged a rendszer a videó közben reklámot elhelyezni a feltöltőnek. 10 perces videó fölött meg már bármennyit. Na most, ha van egy valahány perces, de 10 percnél hosszabb videód, én úgy gondolom, hogy egy olyan 10-15 perces sáv az még úgy a normál. Tehát, hogy így van 15 perc reklámmentes, aztán berak 6 reklámot. Úgy értem, hogy berakja a feltöltő a reklámot, de azt ugye nem ajánlja ki mindig mindenkinek. Tehát
Hiába rakom én be mondjuk egy órás vagy két órás streamben 15 percenként a kis reklámcsíkot, ha te elkezded nézni, valószínűleg fogsz egyet kapni, amikor elindul a felvétel. És akkor a most két órás streamről beszélünk, tehát van benne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilyen közbülső reklám, mondjuk a 7-ből 2-t látsz. 2-nél fog neked reklámot elindítani, mert úgy működik a rendszer, hogy egy darab felhasználót nem fog telespammelni az összes reklám lehetőséggel, hanem úgy szépen elosztja. Tehát még hogyha a feltöltő egy idióta, és berak 25 reklámot egy 10 perces videóba, akkor is abból te nem fogod az összeset látni. Tehát, hogy ez valamilyen szinten ki van védve. Ja, hát meg igen, tehát, hogy elindult ez a YouTube Premium, ami úgy működik, hogy ha befizetsz rá, havi szinten, mit tudom én, egy mennyibe is kerül? 1500 forint, vagy hogy? Akkor ugye jár a reklámmentesség hozzá, meg így meg egyéb dolgok is. És akkor például ez egy tök jó modell lehet, meg motiváció arra, hogy akinek már töke ki van a reklámokból, akkor 1500 forintért úgymond kiválthatja őket. És akkor zavartalanul élvezheti a videókat, és a csatornákat is támogatja, mert ugye azok is részesednek megtekintés arányosan abból az 1500 forintból. Tehát mondjuk te az 1500 forintodból két csatornát nézel, akkor annak így fele-fele elosztásban megy majd a részesedés, de hát majd az egy nagyon furcsa voodoo mágiával van az kiszámolva, kinek mennyi, de a lényeg annyi, hogy valószínűleg akkor még így jobban is tudod támogatni a kedvenc csatornáidat az ilyen irányú részesedésekkel, mint hogyha csak úgy mezei userként végignéznéd a reklámjaikat. Nem, a Cannibal Succumbus-t nem találtam meg. Na, szépen. Stamina regen. Aztán trappolunk tovább. Mondjuk nem árt, ha lassan valami kaja meg pia. Megéheztem, megszomjaztam a nagy úton. Hát igen, egyelőre még azért nem olyan változatosak a biómok, tehát van ez a dzsungeles, erdős, és van a fenyő. Akadt egyet a játék, hát az mindig azt jelzi, hogy valami spónolt. Hopp, egy fa. Ó, nekem viszont nem ártana valami kaja. Sok dinó lett ott hirtelen. Jó az. Ó, az még messzebb vagyok. Kelleténél.
Mindenki oda a nagy tóhoz kezd el kulminálódni. Oda gyűlnek a dínók. Na, hogy állunk? 83. Hú, de sűrű ez a dzsungel, Jesus. Ah, tó, víz, menjünk inni. Vagy ez egy folyónak tűnik nekem inkább, de abból még iszunk ettől függetlenül, csak ne legyen itt valami más nagy. Mert akkor meg is döglünk azzal a lendülettel valószínűleg. Hoppá! Belakadt a lábam az ajzatba is. Na, jó friss vizecske. Már azt hiszem múlt hét előtt, vagy múlt héten játszottunk Gigával. Aztán kb. Utána stream után felnövés előtti pillanatokban ettek meg, tehát azóta meg nem nagyon volt kedvem neki vágni megint egy ilyen Gigantosaurus T-Rex kombónak, mert most nem volt annyi szabad időm. De ezek a 2-től 4 óráig terjedő dínók, ezek meg tök jók. Csak hát az a baj, hogy amikor mindenki a csúcsragadozókkal játszik, akkor még mindig nem a legsikeresebbek. Mert összefutok valami nagyobbal, akkor, és jó eséllyel csak nagyobbal futok össze, akkor megint ugyanott vagyok, ahol a part szakad. Staminát kéne regenerálni. Aztán nem fogok tudni elfutni. Ja, a Jutaraptor farka se rossz. Na, spónolhatna valami kaja. Nagyon adnám. Szagmintát veszek. Ó, már érzem a nagy tót. Tavat. Valószínűleg itt a domboldal másik végén lesz. De nem kéne így trappolnom. Közönség találkozó, nemrég volt egy Patreonos találkozó, de így külön nagy közönség találkozót én nem szerveznék, mert nem tudom, félek attól, hogy nagyon kezelhetetlen lenne.
azért az ilyen Patreon támogatói réteg az így szűkebb, és így méreténél fogva kezelhetőbb, meg nem utolsó sorban azért valamilyen szinten már ismerhetik is egymást ott az emberek, szóval az úgy jó volt. De így külön közönség találkozóban így nem gondolkodtam. Hát lehet nyár végére fogok még egy ilyen Patreon találkozót izzítani. A Patreon alatt azt kell érteni, hogy mindenki, aki így támogat, és akkor így, tehát Twitch-en, YouTube-on, Patreon-on, bárhol nekik. Éhen halás. Jó, a tó megvan. Hát csak valami kaja kéne a gyomromba. De gyorsan. Miért nem spawnol sem? Ó, ott a kaja. Arra hallom. Hú, Indigo, ugye te kúrjongatsz ilyen bőszen. Ott a kaja. Jó, és pont fogok tudni enni. Nem tudom, mennyit teszik-e ez a szukomimusz, de hogy olyan kevéssel jól tud lakni. Öröm nézni. Meg főleg etetni. Tényleg nagyon gyorsan jól lakik. Ilyen csőrrel, amilyennek van, hát így belefúrja az orrát a kajába, aztán nyomi. Ja, domb túloldalán lesz a víz. Szépen átbandukolunk. Na, a napnyugtára ide is értem. Látom a vizet. Na, szagoljunk bele, és akkor világítani fog a vízfelszín. Hú, ugye ez te vagy, Indigo. Jaj, de jó. Sziget le van foglalva. Ki által? Jó,
Jó, hogy te a vízben vagy. Ja. Na, megérkeztünk a Szukomimusz költőterületre. Jók is leszünk egy darabban. Hoppá, ott egy triceratops. A távolban. Hagyjuk ezt a távolságot meg kettőnk között. Ú, és ez tényleg gyors. Uszi van. Dup, durup, durup, durup. Jaj, dino, aki végre tud úszni. Ja, és ott is van egy cukó. Szerintem az az. Másik Szukomimusz. De én mondjuk még nem vagyok teljes értékű felnőtt, úgyhogy így várnék így a harca. Vagy ez egy Rex? Ja, befoglalta a kaját. Ja, az inkább egy T-Rexnek tűnik nekem. De ahogy nézem, megy át hozzá valami. Na hát a vízből ezt végignézzük. Ja, megy át hozzá Triceratops. Ujjuj. Na, ebből bunyó lesz. Ja, szépen átdöngítsél ott a Triceratops, úgy van. Ja, az ott egy Rex. Csórikám, mi lesz itt ezzel? Ó, de ezek így együtt vannak, vagy most mi van? Na, kiúszom a partra hozzád. De ahogy nézem, azok ott elég békésen el vannak. Ja, jött még egy Triceratops. Ajj! Na jó, bekapcsoljuk az infrát. Ja, a két Triceratops befoglalta a szigetet. Legyenek vele boldogok. Triceratopsszal nem hiszem, hogy elbírunk. Nagyon gyanús, hogy a Rex-el nem foglalkoznak egyáltalán. Nézzük, mekkora vagy. Odaállok melléd. Hány százalékos felnőtt vagy? De ugyanúgy, hát akkor ja, nincs viszonyítási alap. Sajú, köszönöm szépen a csírt!
tocsogok kicsit, mint a kacsa. Locspocs. Ja, és jön a megint semmit nem látunk időszak. Ja, Kacsaszaurusz, az csőre is megvan hozzá. Na jó, hát akkor Csillaparton, éjszaka. Nagyon mást úgyse tehetünk. Lement a nap. Triceratopsok befoglalták a szigetet. Én pedig 85,5%-on vagyok. Úgyhogy azért még odébb van. Tényleg hány tonna vagyok? 2,44. Akkor én még egy picit nagyobb is vagyok. Ó, oh, yeah. Csak este 8:30 van itt a játék szerint. Hú, valami onnan kúrjontott. Valószínűleg az a szigetről jött. Na majd nappal megnézzük, hogy ott vannak-e még a szigeten. 75 online játékos. Feljöttek a csillagok. Hát nem nagyon látok mozgást a szigeten, de talán az a kis fehér, amit ti valószínűleg már biztos nem láttok, az lehet, hogy a T-Rex. Bár mondjuk ez nagyon gyanús, hogy ott a két Triceratops az nem bántja a T-Rexet. Fel kéne öklelniük konkrétan. Meg szerintem az nem volt egy teljes értékű T-Rex se. Hát, hogyha teljesen felnövök ezzel, akkor egy fiatal felnőtt Rex-el még talán el tudok bánni. Feltéve, hogy nem teljesen kifelett, mert ugye a fiatal felnőtt Rex az kb. Akkorára nő meg max, mint én. Kifejletten, és hát az egy százasra nagyobbat harap. Mi történt eddig? Semmi! Ide értem a vízparthoz. És van itt két Triceratops, meg egy T-Rex. Ennyi egyelőre a történés. Útközben meg ettem. Azért lassacskán majd megint fog kelleni enni. Belenéztem a Subnautica Below Zero-ba kapott update-eket. De most annyira nem volt kedvem játszani vele, viszont amivel meg nagyon van, az a Bloodstained Ritual of the Night. Héten elkezdtem vele játszani, nagyon jó. Nagyon jó lett. Jó kis Metroidvania platformjáték, és tényleg jó lett. Tehát nagyon hangulatos. Iszonyatosan sok tartalom van benne.
és nagyon sok lehetőség a játékosnak, hogy testre szabja a karakterét, így gameplay, tehát így képességek, meg kinézett terén, úgyhogy tök jó. They Are Billions is kijött az 1.0, azt is megnézném. Csak most így időm nem volt rá eddig. Itt vagyok a tónál, csak elfáradtam. Jaj. Akkor Vados is érkezik. Vados. Vodka. Voda. Persze, hogy visszanézhető lesz, mindig az. Ott van Vados. A They Are Billions az tényleg nem a multira van kihegyezve, most régebb játszottam vele kb. Egy 3/4 éve cirka. Nem tudom, hogy azóta egy a multi irányba fejlesztettek-e bele valamit. Na, az ifjú Sukomimus megérkezett. Na hát hozzá képest kifejezetten nagyok vagyunk már. Ó, ott úsznak! Ott úsznak! 3. Ez 3 triceratops. Hát innen nézve ez 3 triceratopsnak tűnik nekem. És az egyik le is van maradva. Az egyik le is van maradva. A többitől. Jó, a lényeg az, hogy a szarvas végét kerüljük el, és ott van még a Rexa szigeten egyedül, ezt hogy, meg miért? Ó, azért gyorsan idegek, de most nincs kedvem konfliktusba keveredni. Mondjuk nagyon gyanús, hogy azt a T-Rexet nem bántják. És azt szerintem egy ilyen szubadult lesz. És vissza is ment. Na mindegy, majd nappal. Csak majd arra kell vigyázni, hogy a két triceratops, vagy a három triceratops az nem ásszon nagyon a nyakunkra. Okos módon egy ilyen éjszaka világító dínót választottam színben. Ó, viszont enni kéne lassan.
idő. Aj, még csak éjfél lesz. Messze még a reggel. Mi van, van ott kaja? Abból lehet én is kérek, ja, hogy ennyi volt. De csak egy csirke. Új, Triceratops terror van most. Ott a szemközti parton lesz egyébként valami. Csak a kérdés, hogy hova bandáztak át a triceratopsok. Azért nincs kedvem velük összefutni. Azok kb. A növényevők T-rexei. Masszívak, erősek. Jó, jönne valami kis kaja. Valami itt van a bokorba pedig. Vagy inkább a bozótosban. Hallom, hogy csipog. Ó, kaja! Ó! Jesszus! Hát ez nem igaz! Hát ez nem igaz! A rohadt anyjukat a triceratopsoknak, de tényleg! Ezek konkrétan levadáztak minket. Konkrétan levadáztak minket. Rohadt anyjukat. És szerintem célzottan engem. Na jó. Hát az a baj, hogy nem nagyon tudok. Na mivel játszunk? Na jó. Nézzük. Legyünk Dilophosaurusszal, mert miért ne? Az legalább lát este. Vagy valami. Ez csúnya volt. Ez nagyon csúnya volt. Ott izé, kaját szeretnék erre fel, ezek így rám rontanak. Na, melyik a legterebb színűbb változat vajon? Hát... Na, nézzük! Aj, és ez lát a sötétben. Na, nagy kérdés, hol vagyok?
keresek valami tájékozódási pontot, de sehol semmi. Hát pont azért, mert úszni tud, csak ezek az éjszaka lepre alatt így kinyírtak. Épp rá akartam menni ott a frissen spawnolt Oroceratopsra, és akkor egyszer csak így a semmiből így jöttek velem szembe ezek. Vagy talán hátam mögül, mindegy, de így rám rontottak és szétökleltek. Esélyem nem volt. Kifejlett Triceratops, az kb. Olyan, mint a T-rex ellen mennék, kifejlett T-rex ellen, úgyhogy ja. Nem túl sok választást adtak. Hát itt sok tó van. Nem tudom most hol lehetek még. Na mindegy, lemenjünk az egyik tóhoz. Na nézzük. Azt mondja, 38-al futok, az teljesen jó. Nagyon kicsit harapok. Az kevésbé jó, 77%-on vagyok, és növök majd, mint a gomba. 65-ig kell nőni, na az azt jelenti, hogy 150 és 6-osával. Hát egy olyan fél óra alatt felnő. De mondjuk ez tényleg olyan fura volt, mert azt az egy magányos T-rexet meg békén hagyták, lehet, hogy haverjuk volt, vagy valami. Na hát, hogyha az Ankylosaurus berakják úgy, hogy nagyon sok páncélja legyen, az mondjuk egy jó dolog. Tehát akkor lenne még, mondjuk még egy vagy két életképesebb növényevő, akik meg tudják magukat védeni még a csúcsragadozókkal szemben is. Azt nagyon adnám. Várjunk csak. English fog. Nem fészkelek. Jaj, de jó, és látunk éjszaka, emberek, látunk, vagy hát olyasmi. Jó, hát itt sok kis tó van. De nem tudom, hogy hol vagyok. Szigeten belül. Erre van dél. Arra van észak. És itt van egy domboldal. Ez teljesen jó lesz nekünk. Ó, azért már sokat nőtt egyből. Hú, mi volt? Ja, az a gejzírek. Jó, akkor már sejtem, hol vagyok. Gejzír tavaknál.
Na, és esik is most már. Hát legalább elmossa a szagokat, de itt nincsenek nagyon dínók, azt nézem. Jaj. Na, ez itt a gejzír. Ott bugyog, aztán időnként feltör a víz. Jó, lassacskán hajnalodik. Tup-turup-turup. Itt vagyok szépen. Na, ilyen amikor feltör, de így... ez csak egy ilyen effekt így a tetején, semmi gyakorlati hatása nincsen. Na, 52 már is. Megnézzük a másik tavat. Hű. Hatalmas gejzír kitörések. Viszont a páfrányba jól el tudok vegyülni. Na, addig megnézzük, hogy percenként mennyivel nő a fejlődés. Négy hét, hát így... Hárommal négyjel nő. Az azt jelenti, hogy ugye 150... 3, hát 4. Hát cirka egy olyan 40 perc, de most csak így matekozok, tehát a wiki oldalon fönn van, hogy pontosan mennyi idő alatt fejlődik. Aj, de már megint elvesztettem egy felnőtt dinót gyakorlatilag így totál esélytelen helyzetbe. Na, úgy nézem, hogy Indi is. Na nézzük, merre jár. Meg egyáltalán, hogy mi hol vagyunk. Ez a gejzír tó, ez még nincs meg nekem így helyileg, hogy merre van. Ja, ha tudnánk köpni, az jó lenne. Szembe köpök én bármit. Aha, ott a madárkalicka.
kis Rex rád se sebzett. Hát ez van. Na jó, valami kaját kéne találnom viszont. Felmegyek a dombtetőre. Na hát, ha látom, hogy merre van Indigo Hun, valószínűleg rohadt messze. Aha, jó, akkor már sejtem, hol vagyok. De ez jó helynek tűnik, csak ilyen ehető bokrokat nem találok arra, hogy mondjuk növényevőt nevelgessek. Ez itt szerintem egy jó kis őrposzt. Itt leheveredek és nézem, hogy valami spónoljon, valami kaja. Meg ahogy így folyik a víz. Dilophosaurusnak gallér? Hát, ja, az jó lenne. De én nem tudok róla, hogy készülne. Á, ott a kajám. Piroslik az ég alja. Lehet esni fog? Ja nem, már esik. Ott a kajám. Szerintem elég sokáig elég lesz. Hú, és nem is nagyon fogy a staminám. Kiváló. Az a baj, hogy ez még gyorsabb nálam, sajnos. Most kezdődhet a kergetőzés. Majd ki lesz véreztetve. Mi a? Egy giga. Hogy rohadna meg? Na, viszont most közelebb kerültem a normál zónához, de már megint kezdődik előről az egész tortúra. De honnan került oda az a giga? A lépte nyomát hallani kellett volna azért. Hát elég gyors halál volt, igen. Vagy az Allosaurus volt. Akkor is dögöljön meg az ilyen. Kis dinókra vadászik. Na, megyek be a bozótomba. Announcement. Kínaiak. Ja, lehet, hogy ez a három triceratops. Négy. Hú! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Kilenc, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jó, hát van most 20 kínai a szerveren. Másik fele meg mi vagyunk kb. De. Jött nekik a figyelmeztetés, bal lesz valamiért.
Valószínűleg nagyon összejátszanak. De vicces, hogy az admin ilyen kínai karakterekkel írt már be nekik. Ilyen kínai farmbotok. Tár Rizsér dínót nevelnek. Na, ott megy valami. Láttátok, hogy villámlott? És ez hova tűnt? Belecsapott a villám, vagy mi? Ez tényleg eltűnt. Nehogy már. Fűbe lapulós mindenit. Te mész arra, én meg erre. És ez rendben van így. A kis 170 kilommal és 28 newtonos harapásommal nem inném, hogy le tudnám vadászni. Az nőni kéne. Még nem tudom, hogy mennyi idő alatt nő meg a másik. De valószínűleg már nagyobb, meg súlyosabb, mint én, olyan fél tonnás azért biztos van, és azért úgy az rendesen lefelezi a cuccaimat. Bár mondjuk véreztetni még talán tudnám. Ott fut! Tyű! Megint villámlik. Belénk ne csapjon. Bár mondjuk nincsen semmit fémdrót a nyakamra szerelve, úgyhogy nem kéne.
Na, nekem egyébként valami kis testűt kéne levadásznom most jelen formámban. Az a baj néha így az égdörgés. Announcement. Huhú. Hát regulázzák itten a kínaiakat. Most mondjuk fölösleges szaglászni, mert úgyse érzek semmit. Majd errefele lesz a folyó. Ja, az ős krokodil, ha felnő, akkor... Meg de az mondjuk nagyon sokáig nő. Tehát ilyen 10x óráig kell pesztrálni, mert olyan sokat nőhet. De akkor ilyen hippokiller lesz, tehát, hogy akár egy hippót is meg tud majd ölni. Na hát csak majd egyszer kerüljön be a játékba. Ez a dinó miért nem tud ugrani? Amúgy. Szerintem semmi nem indokolja, hogy ne tudjon. Vízbe rejtőzködni tilos. De miért? Vagy van ennek a víz exploitnak egy ilyen módja, amit még én nem ismerek? Tehát, hogy az, hogy a parton leülök a vízbe, annak szerintem nem kéne gondnak lennie. Hajjaj! Nézzük, igen, az ott a part. A part alatt. Hú, mi történt Indigóval? Eltűnt. Csak nem megették. Kis testét. Ez a jó álca. Itt a zöld. Én meg vegyülök. Kész. Soha nem vesznek észre. Na, kezd az eső enyhülni. Hm.
Ó, nekem valami kaja kéne lassacskán. Úgyhogy spawnolhatna ide valami padló cirkáló. Ó, ez az búja növényzet. Itt tudok csak igazán jól elrejtőzni. Jók ezek a füves puszták, jól átlátni, ha valami mászkál rajta. Semmi, semmi kaja. Az ott egy fa vagy kaja? Mert csak faág, jó. Azt hittem már valami kis dinó. Csak ebből a szögből úgy tűnt, mint a dínó lenne, de nem. Nyolcvan online ember van, és itt senki. Valószínűleg két tó körül koncentrálódik a szerver nagy része. Főleg a kínaiak. Hoppá, raptor. Na, raptorral nem szórakozunk. Ajaj, kaja. Spawnolt itt valami kajaszerűség. Na jó, valószínűleg az nem nekem spawnolt, ez a nagyobb. Úgyhogy jár erre valami, ami le fogja vadászni. Hú, az igen. Na jó, várjuk ki az eső végét. És ha még itt kurjongat az Oroceratops, akkor majd rámegyek. Bár szerintem az még nem az én súlycsoportom. Megint figyelmeztetés a kínaiaknak. Ó, ott a kajám. Kettő is. Tök jó. Hello. Miből van ez? Na végre. Sikerült beleharapnom ebbe a kövér disznóba. Ez nem egy óriás patkány kb. Na mindegy, ebből jól lakunk. Ez a másik meg nem mer ide jönni.
fél, hogy kaja lesz, mi? Az a lábnyom az mutatja a staminámat, hogy mennyit tudok futni. Hú, hát nem vagyok valami nagy, mert kb. Akkora vagyok, mint ez a kis cucc. Nagyon kis műtyűrke vagyok. Na, legalább jól lakom. Ó, ott van a nagy madár kalicka. Akkor már menjünk oda. Bár ott nincs víz közelben. Na, szagoljunk bele az éterbe. Oha. Hát erre fele nincsen semmi. Jó, erre fele lesz valami víz szerintem. Kínaiak nem bírnak magukkal. Most már így a limitet is reklámozzák. Gondolom azt is kezdik túllépni. Csorda limitet. Erre pedig már kéne lassan legyen valami víz, valami kis itóka. Na mindegy. Max elmegyek a kedvenc helyemre. Szép tengerpart. Mondjuk az jó, hogy volt eső, mert úgy legalább nem lettem szomjas nagyon. Ajjaj. Ha erre megyek, akkor szerintem bele fogok úgyis botlani ott a folyóba, úgyhogy ez jó irány. Parton senki. Ja,
Nem, egyébként ennek a fejlődésnek úgy lenne igazán értelme, ha jól tápláltságunk az valamennyit besegítene a történetbe. Értelemszerűen aki sokat eszik, iszik, az súlyosabb lesz, meg gyorsabban nőhet akkor. Tehát, hogy mindenképp nő, de ha tud enni, inni, akkor gyorsabban nő valamennyivel, mondjuk egy 20%-kal mondjuk. Na jó, hát egyelőre ez egy gyalogtúra. De legalább majd éjszaka jól fogunk látni, hajjaj, vakító fény. Ott a tavacska. Ezt meg is célozzuk. Ez most vajon a mocsár vagy a tó? A nagy tó. Bár nem tudom, a nagy tó az nekem messzebbnek tűnt. Nem, mint hogy messzebb van. Hű, itt valami elhalálozott. Ez egy... Hű, és még a szeme is ilyen fehér lett, fú. Hát ez... Talán egy giga, egy fiatal giga volt. Na mindegy, én jól laktam belőle, köszöntem szépen. Miben múlt ki? Valamit biztos levadászta a testét. Na jó, lemegyünk a mocsárba. Hát a gigáért nem kár, egy kicsit se. Hogy állunk növésben? 88%. Jó, jó. Helyes. Már csak 12% van hátra. Hát egy fél óra. Stream végére nagy leszek, ha meg nem esznek addig. Feltéve. Ahol már mindjárt itt vagyunk, a vízfelületnél. Ja, ez a mocsár lesz, egy nagy összefüggő vízfelület. Akkor kortyolok is picit a mocsárból. Ú, de gyorsan iszik ez. Még nem a legtisztább a víz. Na, jaj, de jó látni! Lehet látni! Királyság! Ráadásul ebbe a dzsungelbe engem itt biztos meg nem talál senki.
Ja, a krokodilnak ez jó hely. De mire lesz kroki, addigra már új map lesz úgyis. De azt meg majd ki lehet tapasztalni. Még ezt se jártuk be mindenhol. Pedig azért már lassan egy hónapja nyüstöljük ezt a játékot. Inkább azt mondom, hogy vannak ilyen jó bevett helyek. És mindig oda megyek. Na. Hát itt csillezünk a bokorban akkor. Közben növök. 89, nagyon helyes. Ó, és milyen nagy ahhoz képest, az emberhez képest ez a dinó, amikor felnő. Egészen nagy. Igen, tehát a hippó az majd ilyen felturbózott változata lesz néhány normál dinónak, amit majd valahogy meg lehet szerezni. Valószínűleg nagyon kevesek fogják tudni mindig megszerezni. És akkor nagyobb, erősebb, nagyobbat harap, stb. Stb. Meg gyorsak is. Tehát az az abszolút csúcsragadozó lesz mindig. Hát az a koncepció, hogy ha látsz egy hipposaurust, akkor fuss az ellenkező irányba, ha teheted. Hányan vannak online most? 79-en. Most megregulázták a kínaiakat. Jaj, már megírhatsága az a rohadt mikrofon, hát nem hiszem el. Majd abba hagyja. Miért csinálja ezt a recsegést egyébként? Egy idő után szerintem így megunja a streamet, és akkor azért berezonál, de majd meglátjuk, hát szerintem ez szoftveres egyébként. Kéne egy streamer gép igazániból. Vagy hát egy másik gép. Ez a mostani már 5 éves. Több mint 5 éves, lassan 6. És azért meg volt hajtva rendesen. Na, 91%, oh yeah! Hopp, ott megy valami nagy. Csak észre ne vegyen. Hopp, én megyek a másik irányba. De ez valami kis fiatalka. Talán nem látott meg. Jó, mondjuk elég sötét van. Ez de jó, hogy én már messzebbről láttam, mint ő engem. És el tudtam menni a fenébe. Na jó, kősziklának álcázom magam.
Jó, azért legyünk résen, mert akkor itt járkál valami, ami megehet. Hát lehet, hogy egy felnőtt dilóval szétkaphatnám, de még nem vagyok az ott megy. Ú, és ide látom, behalok. Ja nem, az nem az. Felém jön. Remélem nem esznek most meg. Ezért folyamatosan nézem, hogy nem jön erre fele valami. Na de ebből én jól lakom, köszönöm szépen az ezt egy csirkét. Jól van. Nem látom sehol. Nyugodtan ehetek. Megtömöm a pocakom. Akkor visszamegyek a kis bokraim közé. Hú, hát nem túl jók a látási viszonyok így infra nélkül. Ez is milyen halkan közlekedett. Na, most is recseg még. Most már nem kéne. Na, most már akkor nem recseg. Ja, akkor az van, hogy másfél óra után újra kell lőni a streamet, és akkor elmúlik a recsegés. Ez szoftveres. Valami szoftver para. Na, 94%. Reggelre felnőtt leszek. Ó, oh, yeah. Valen a mocsár, onnan jöttem én. Hát lemegyek inni egyet.
Más dolgom most úgy sincs. Ja, ez egy igazi ragadozó dínó. Kicsi, gyors, nehéz észrevenni. Majd csak akkor lesz igazán vérmes, ha felnő. De aztán nagyon. Én már vízbe járok, oké. Akár a susnyásban. Ja, ezekkel a dinókkal éjszaka csapatban a legjobb vadászni menni. Ilyen magányos dinókra. Semmit nem látunk egyébként. Én sem nagyon tudom most, hogy pontosan hol vagyok. De ebben a mocsárban így a krokodillal vagy a titanoboával csapatni, na az elég para. Hú, mi volt ez? Valami hangot hallottam. Na, megálltunk a növésben, nem? 96%. Itt meg 62,963 lesz mindjárt. Na, még elvileg 5 perces felnőttem. Ami kb. A stream vége is lesz, úgyhogy teljesen jó ki van ezt szentízve. Éjszakával hogy állunk? Hajnali 1.
Látási viszonyok továbbra se jók. Mi volt ez? Nem hiszem el, hogy nem ér le itt a lába. De egyébként lehet, hogy ez a jó dínó nekünk. Mert hogy ez jól lát éjszaka, és akkor így jobban tudom közvetíteni a bármit. És nem az van, hogy ilyen nagyon limitált teret látunk csak. Gyors is. Gyorsan nő. Egy kicsit a mocsárból. Hát, ha még belefutok valamibe és megehet, mielőtt felnőhetnék. Na, kim vagyunk terepen. Van 3,5. Jaja. Nappal terepszemle, éjszaka vadászat. Az a tuti. Igazából lehet oda kéne mennem az egyik tóhoz majd, de most már megvárom, hogy felnövekedjek. És akkor majd ott a tónál lehet szivatni a többieket. Ja, szerintem holnap Dilophosaurus-ozás lesz. Vagy hát holnap is. Holnap ugyanígy délelőtt 10-kor kezdődik. Jó, a látási viszonyok még katasztrofálisak. Bozótnyi Dilophosaurus. Na jó, visszamegyek kedvenc páfrányaimhoz. Ényi. Persze, lehet majd jönni Dilophosaurusszal.
Na, 99% mindjárt, mindjárt, mindjárt. Jó lesz ez. Kb. 3 perc. Ha most halnék meg, hát akkor kicsit bosszús lennék. Van 9 online ember, ujjaj. De itt a mocsárnál béke van. Na, már csak egy perc. Hopp, egy galimimus. És pont erre. Nézd már. Csak fel ne rúgjon. Na nézd már. Hogy megtalált? Na, de itt az ide feljebb nőni. Hohohohohohohoho. Mondjuk ezt nem érem utol. Most már legalább egy picit testesebb vagyok. Na, futi. Na nézzük, 900 kiló és 75 newton a harapásom. Csak azért nem haraptam meg, mert Sac per KB, ez lehet, hogy egyik őtök volt, aki így nézti a streamet. De még ott van. És mennyivel futok? 38-al továbbra is. Jó, hát a Galimimus nem érem utol, mert az valami 40 plusszal megy. Csata csirkét. Na jó, hát igazából éhes vagyok, ez itt van. Úgyhogy együnk egy galimimuszt. Vagy nem. Azaz, megharaptam. Megint. Egész jó fordul ez a dög. Nagyon vérzik. Elvileg véreznie kell. Na, megyek utána, megyek a kaja után. Ne lenne ilyen fene gyors. Hogy van, hogy nem látom a lábnyomait? Pedig kéne.
Ó, hát ez kifutott terepre. Hát innen már bottal üthetem a nyomát. Na mindegy, hát itt van. Felnőtt Dilophosaurus. Na, hát akkor majd első harci feladatunk, hogy enni kell. Meg inni. És hogy növök? 81. Aha. Hát gondolom ilyen 0,5-ökkel nő. Per perc, de majd mindjárt meglátjuk. És akkor ki tudom számolni, hogy mennyi idő kell a felnövekedésig. Vagy megnézek egy wiki oldalt. Hogy megtalált a sötétben az a Gallimimus? Behalok. 0,3-mal. Aha. Akkor 200 per 3. Hát akkor egy óra alatt felnő kb. Az nem rossz. Na, viszont fiúk, lányok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, mára ennyi, gondolom azt éreztétek ti is, hogy nem vagyok most a toppon. De akkor holnap is 10-től stream, remélhetőleg akkor már jobb formában leszek. És akkor Dilophosaurus-ozni fogunk, szóval ha van kedvetek, akkor csatlakozzatok be ti is. És akkor mindenkinek minden jót kívánok. Jó hétvégét. És akkor holnap találkozunk még. Sziasztok!